Jó napot kívánok a palettát! Látják, mondom is, hogy milyen témákkal várjuk ma önöket. Elsőként a kutyusokról fogunk beszélgetni, mi pedig nem csak a magyar kutyafajtákról, hanem általában a felelős állattartásról is többek között, mert hogy jön hozzánk Simicskó István, a KDNP frakció vezetője, aki nemrég egy könyvet írt a témában. Aztán ritkaság számba menő nemzetközi James Bond hangulatú filmet forgatott Tordai István és csapata. Ezzel a témával is foglalkozunk. És végül, de nem utolsó sorban, górcső alá veszük a Szent Koronát, de ezúttal nem történelmi, hanem mérnök szemmel. Tartsanak velünk ezek a témáink. Ahogy lehet menteni, erről már beszélgettünk itt a palettában. De ez a könyv nem csak arról, nem csak erről szól, hanem arról is, hogy hogyan lehetünk felelős állattartók, és hogy mit ad nekünk tulajdonképpen a kutyus. Így vannak élő eleven örökségek is, amelyeket hát őseink hagytak ránk itt a Kárpát-medencében. És ezeket az értékeket érdemes megbecsülnünk, érdemes odafigyelnünk rájuk. A katona ember, hogy ilyen nagyon katonásan neveli például a kutyusát, mert itt a borítón ugye az ön kutyusát, Picót látjuk. Igen, én valamennyi kutyámmal... Tényleg katonásan neveli egyébként? Katonásan, vigyázmenetet nem várunk el a kutyától, de az biztos, mert szeretetért végezel bizonyos feladatokat, és nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, és ebben a robotik technikával teli világban, ebben a globalizált világban, ebben a felgyorsult világban is, amikor rengeteg műszer és technika és technológia van, akkor is egy élő eleven örökség a kutya, amelyet nem lehet pótolni, hiszen a szaglása sok ezer... Nem egy filmet láthattak a nézők, hanem egy reklámfilmet, mert hogy akár film is lehetett volna, itt van velem Tordai István műsorvezető, szervusz, köszöntelek, a magyar James Bond, mondhatom? Mert hogy tulajdonképpen James Bondot alakítod ebben a reklámban, egy nemzetközi reklám is egyben, és az az érdekessége, hogy a csapat teljes mértékben magyar volt, tehát mindenki, aki ebben a filmben szerepel. Mesélj egy kicsit erről, hogy kerültél ebbe a történetbe. Hogy lettél te James Bond? Minden. A Gödöllői királyi kastélyban forgott, tehát... És ez gyakorlatilag a világ számos pontján lehet majd látni, tehát hogy nem csak Magyarországon, ugye ez a nagy... Ennyire akkurátus vagy, tehát ennyire fontos volt az, hogy minden tökéletes legyen ebben az alkotásban, és akkor hát ez nyilván tovább is mehetünk, hogy akkor nem csak rád nézve, hanem a többi szereplőre is, vagy alkotóra. James. Főként ismernek, főként autókkal foglalkozó műsorokból, de mennyire tudtad a színészi vénádat is, vagy mennyire volt szükség erre? El tudja rontani, nem tudom, hogy ez mennyire volt benne, vagy mennyire volt cél, amikor kitaláltátok a koncepciót, hogy ez egy ilyen letisztult forma, mert ez egy letisztult reklám, ha mondhatjuk így. Az volt a kérés, hogy olyan legyen, mint egy mozifilm. Ennyi. És olyan lett. Tehát nem túl... Hát ugyanígy van a koronával is. A mérnök tulajdonképpen a technológiát nézi, hogy milyen sorrendben lehet egyáltalán egy ilyen végül is összetett tárgyat is, az tulajdonképpen ebből a gyűrűből áll, és a gyűrűnti, hogy akár készíthették mondjuk Bizáncba is, vagy Nyugat-Európába külön is. Külön készült, bocsánat, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az abroncs és ez, a rész, vagy... Hát ebben a részben biztos még külön készült, mert az a helyzet, hogy a keresztpántot és az abroncsotnak az összeszerelése az a legutóbb. Harmónia, ez a mértani pontosság, ami eddig megvolt a koronán.